Boldog vagy-e? Mielőtt erre a kérdésre bárki is válaszolna, szerintem érdemes arról beszélni, hogy mi a boldogság, vagy éppen ki a boldog, ki a boldogtalan ember. Engedjetek meg, hogy felolvassak így az elején Délia Steinbergtől egy idézetet erről. A boldogság egy olyan ideális állapot, amelyre bár vágyunk, mégsem tudjuk meghatározni, hiszen magába foglalja életünk minden oldalát, és ezzel emberi teljességünket. Szóval a boldogság egy állapot. Mások azt mondják, ez egy folyamat. Nem lehet soha elérni, de cél lehet az ember életébe, hogy boldog legyen. Szerintem egyszerűen meghatározva a boldogság tartósabb dolog, mint az öröm, és az embernek a szívében mélyen van, olyan mélyen, hogy nem tudja elérni semmi. Ez az én boldogságom. De majd erről is beszélek. Beszéljünk arról, hogy mi lehet a boldogság titka. Talán a pénz, sokan szokták mondani, a pénz nem boldogít, de hasznos, ha van. De az ige azt mondja, ne gyűjtsetek kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti. Talán az anyagias embernek öröme van egyszer-egyszer, ha pénze van, tele a zsebe. De mi van, ha jön a válság? Jön a gazdasági világválság, és nem csak a gazdaság, ő maga is összeomlik. Aztán van, aki azt mondja, hogy a siker a boldog élet titka. Ha sikeresek vagyunk, ha elismernek, azért az jó érzés, ezt nem kétlem. De erre is a Biblia mond valamit. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt val? Nagyon sok ember van, aki a sikerért mindent odaadott, és a végén mégis kárt volt a lelkében. Üres volt a szíve, és értelmetlen az élete. Harmadszorra gondolkodtam, mi lehet az, ami még talán így a világban azt mondjuk, hogy boldogságot okoz, van, aki azt mondja, hogy a kapcsolatok. Tehát, ha engem szeretnek, boldog vagyok. Ez szerintem egy veszélyes dolog. Mert akkor azt mondom, hogy más tesz boldoggá, tehát ha én boldogtalan vagyok, az a te hibád. Úgy gondolom, sok házasság is rámegy erre. Másoktól várjuk az örömet, mindig mástól függünk, pénztől, sikertől, vagy éppen a kapcsolatoktól. Szerintem teljesen más dolog a boldogság. Mit mond erről a Biblia? Isten más oldalról közelíti meg a dolgot. Az van az igében, boldog ember az, aki ő benne bízik, mármint Istenben. Vagy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Boldog ember az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett. Tehát Isten azt mondja, hogy akkor leszel boldog, hogyha rendezed vele a kapcsolatodat. Hogyha Istennel rendezett kapcsolatban élünk, akkor vagyunk igazán boldogok. Mondhatjuk azt, hogy ez Isten áldása az életünkben. Az Istennel való kapcsolatnak, csúnya szóval, a mellékterméke a boldogság, de Isten nélkül nem lesz teljes az életünk, nem leszünk boldogok soha. Jézus azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Gondolkoztam, mi ez a lelki szegénység. Ugye a világ mindig gazdagságról beszél. Jézus pedig arra gondolt itt, szerintem, hogy boldog az az ember, aki Istennel való függőségben él. Mindenki függ valamitől, de ha Istentől függök, akkor az én boldogságom állandó marad. Az én örömöm állandó és tartós lesz. Nem ér oda a körülmény, egy rossz nap, vagy hogyha valami nem sikerül, vagy emberekben csalódok, Isten szeretete nem változik felém. És ez boldoggá tesz. Feltettem magamnak is a kérdést. Boldog vagyok-e? Egyszerűen megválaszolva annyit tudok mondani, hogy igen. Ennek az az oka, hogy Jézusé vagyok. Megváltott engem. Ő úgy szeretett, hogy az életét adta értem. És benne vagyok az élet könyvében. Hogy ne okozna ez boldogságot minden nap? És ez a boldogság, ez mélyebben van a szívemben. Ez célt ad az életemnek, értelmet. Reggelente, amikor a buszon ülök, és kell fel a nap még, hajnalodik korán van, akkor sokat szoktam beszélni Istennel is,
és akkor látom meg, hogy milyen jó az Úrral járni, és ez a belső boldogság mindig ott van, belső öröm. És akkor jönnek a problémák napközben, de mindig, hogyha erre gondolok, hogy Jézusé vagyok, az övé vagyok, akkor rájövök, hogy semmi sem lehet ennél nagyobb dolog, és ennél nagyobb öröm. Szóval felteszem neked a kérdést, boldog vagy-e? Remélem, te is azt mondod, hogy igen.